Alexandria romokban hever a The Walking Dead 11. évadának teljes előzetesében. Az AMC nyilvánosságra hozta a The Walking Dead közelgő utolsó évadának első teljes előzetesét. Az előzetest a csatorna idei Comic Con at Home programblokkjának részeként mutatták be. A The Walking Dead 11. évadának első fejezete, amely 8 epizódból áll, augusztus 22-én mutatkozik be az AMC-n, egy héttel korábban augusztus 15-én pedig az AMC Plus streaming szolgáltatásban. Hosszú út vezetett a sorozat 11. és egyben utolsó évadának sugárzásáig, amelynek premierjét eredetileg már tavaly októberre tervezték, de a koronavírus járvány miatt a gyártás késése miatt elhalasztották. Az összesen 24 epizódból álló befejező évadot 3 8 részes blokkra osztják, és valamikor 2022-ben fejeződik majd be. A The Walking Dead utolsó évadát Angela Kang showrunner vezeti, aki a sorozat 9. évada óta terelgeti a történetet. A The Walking Dead 11. évadában azt láthatjuk majd, hogy azt követően, hogy a túlélőink szembeszálltak a múlt démonaival és harcoltak az új fenyegetésekkel, miközben barátságok és kapcsolatok mentek tönkre az egyre növekvő járulékos károk miatt, Alexandria súlyosan veszélyeztetett lett. A Rick által megálmodott egykori menedéknek már csak a váza maradt a suttogók által hátrahagyott, mészárlás és pusztítás miatt. Most mindazok, akik Alexandriában élnek, azért küzdenek, hogy újra megerősítsék annak lakosságát, akik között már ott van annak a királyság bukásának és Hilltop feleségének túlélői, Maggie-vel és új csoportjával, az őrzőkkel együtt. Alexandriának több lakosa van, mint amennyit el tudna látni és meg tudna védeni. Helyzetük szörnyű, ahogy a múltbéli események miatt felforrósodik a feszültség, és az önfenntartás miatt ellentét alakul lerombolt falakon belül. Több élelmet kell szerezniük, miközben megpróbálják helyreállítani Alexandriát, mielőtt az összeomlana, mint számtalan más közösség, amellyel az évek során találkoztak. A kérdés csak az, hogy hogyan? Kimerültebbek és éhesebbek, mint valaha, miközben mélyebbre kell ásniuk, mint eddig bármikor, hogy megtalálják azt az erőt, amivel megvédik gyermekeik életét, még akkor is, ha ez a sajátjuk elvesztésével jár. Eközben az Alexandriában lévők tudta nélkül Eugen, Ezekiel, Yumiko és Princess még mindig titokzatos katonák fogságában vannak, akik egy sokkal nagyobb csoport tagjai. Az előzetes végén pár másodperc erejéig betekintést nyerhetünk a Commonwealth, azaz a nemzetközösség falai közé, ahol az élet majdnem ugyanolyan, mint a zombi járvány előtt. A videoklipben Lance Hornsby, a nemzetközösség egyik fejese is üdvözöl minket. Az előzetesben még feltűnnek az úgynevezett kaszások is. Amikor Maggie a 10. évadban visszatért a The Walking Deadbe, akkor egy maszkos harcos is jött vele, aki megmenti Aaront, Aldent és Gabriel atyát is a biztos végzettől a suttogók elleni háború végső csatájában. A titokzatos harcos aztán később leletezi magát a Home Sweet Home-ban, felfedve Elia arcát, egy rémült fiatal, aki fél az úgynevezett kaszásoktól, a maszkos bandától, akik lerombolták a faluját és megölték a nővérét. De könnyen lehet, hogy Elia maga is kaszás volt. A 11. évadban a kaszások első pillantása azt mutatja, hogy a maszkos gonosztevők Elia ruhájára hasonlító öltözékben vannak, és olyan sarlóra hasonlító pengés fegyverekkel hadonásznak, mint ő. Vagyis úgy néz ki, hogy Elia valamikor a csoportjuk tagja lehetett. Ha ez így van, akkor talán ő az, amiért üldözik Maggie-t és társait. Aztán valaki kitűnik a tömegből és Daryl-lel farkas szemet néz, és a kutyától is hallhatunk egy vonyítást, reméljük azért a kutya nem veszik oda, szerintünk sok a kedvence lett, bár ezekhez a jelenetekhez egyelőre még nem tudunk sokat hozzáfűzni jelenleg. Ha kíváncsi vagy a teljes előzetesre, a videónk leírásában lévő linken keresztül Facebook oldalunkon rögzített posztban megleseted magyar felirattal. Várod már a folytatást? Mit vársz a befejező évattól? Kérlek, írd meg nekünk hozzászólásban. Köszi szépen a megtekintést, szép hetet. Hello, hello!